Zöld forgatókönyv szerint működik minden tanintézmény hétfőtől Csíkszeredában. Az iskolák végre megteltek diákokkal, tanárokkal, és várhatóan az ingázó diákok bérlet támogatása is folytatódni fog. Életre keltek az iskolák Csíkszeredában is. Jövésmenés is van az udvarokon, folyósókon. A tantermekben maszkkal, de élőben tartják az órát, és kérik számon a tananyagot. A következő hetekben arra fókuszálnak, hogy a tananyagban lemaradt diákokat felzárkóztassák, főleg azokat, akik vizsgák előtt állnak. De az is fontos szempont, hogy a járványügyi előírásokat betartsák, hogy ne kelljen visszatérni az online módszerhez. Legutóbb teljes létszám mellett a tavalyi évnek a márciusában találkozott ilyen formában az iskola közössége. Ez természetesen nagy lehetőség is, de felelősséget is hordoz magában. Ennek a helyzetnek az időtartama az nagy mértékben függ attól, hogy mennyire viszonyulunk felelősen ehhez a járványügyi helyzethez. Az iskolákba való visszatérés sok vidéki diák számára az ingázás újrakezdését is jelenti. A csíkszeredai középiskolák diákjainak számottevő része a környező településekről jár be nap mint nap, akár órákat is utazva autóbusszal vagy vonattal. Hargita megye tanácsa az elmúlt évben indította el programját, mely szerint a kormánnyal közösen megtéríti az utazáshoz szükséges bérletek ellenértékét a diákoknak. Egyetlen fiatal sem hibás azért, hogy vidékre született, márpedig egy olyan megyében, mint Hargita megye, ahol a lakosság zöme vidéken él, azt gondolom, hogy egy ilyen igazságtalanságot kezelni kell. Mi a sajátos eszközeinkkel ezt megtesszük. A bérlet árát fele-fele arányban a megyei tanács és a szállításügyi minisztérium biztosítja. Egyelőre tisztázatlan a kifizetés módszertana, de azokon az útvonalakon, amelyek a megyei tanácshoz tartoznak, hétfőtől biztosított az ingyenes szállítás.